Köszöntöm a Honvéd hét nézőit! Május 21-e a Magyar Honvédelem napja. A Budai Várban tartott ünnepi megemlékezésen Hende Csaba miniszter úgy fogalmazott. Méltónak kell lennünk mindarra, amit az előttünk járók oly elkötelezetten és oly bátran, ha kellett, a hősi halálig szolgáltak. Huszárok parádéznak a Várnegyed Macskaköves utcáin. A magyar csapatok 1849-ben ezen a napon foglalták vissza az ország fővárosát az osztrákoktól. A Görgei Artúr tábornok által vezényelt győztes rohamban 370 honvéd esett el, és 670-en sebesültek meg. A hadvezér lovas szobránál, illetve a dísztéri emlékműnél rájuk emlékeztek. Hende Csaba honvédelmi miniszter azt mondta, napjaink katonái legalább annyira elkötelezettek, mint 1848-49-es elődeik voltak. A magyar honvédség, amely örököse a ma legelső honvédseregnek, kész a nemzet és a szabadság védelmére. Kész a nap minden órájában, készen áll itthon és a világ bármely pontján, ahova a nemzeti érdek védelme szólítja. Kérek ezért minden magyar embert, szeresse honvédeinket. Közös szabadságunk őrei ők. A honvédelem napján nemzeti emlékhelyé avatták a Budai Várnegyedet. Az ezt jelképező oszlopot a Szentháromság téren Hende Csaba, illetve Nagy Gábor Tamás, az első kerület polgármestere leplezte le. Nemzeti emlékhelynek azok a helyszínek minősíthetők, amelyek meghatározó jelentőséggel bírnak történelmünkben és identitásunkban, illetve erősítik a magyar nép és az ország területén élő nemzetiségek összetartozását. Jelszavaink valának haza és haladás. Ezzel a címmel nyílt meg a Hadtörténeti Intézet és Múzeum legújabb állandó kiállítása, ami a magyar honvédelem 1815 és 1866 közötti históriáját mutatja be. Hende Csaba miniszter úgy fogalmazott. Amit a tárlaton láthatunk, igazodási pontként szolgál mindannyiunk, de különösen a katonák számára, hiszen hadtörténetünk egyik kiemelkedően fontos időszakát idézi föl. A kiállítás vitrinjeiben ott vannak a 48-as kokárdák és a nemzetőri karszalagok, Batthyány Lajos miniszterelnök, illetve Kis Ernő altábornagy aradi vértanú pisztolya, a magyar katonai érdemrend különböző osztályai, de megismerkedhetünk a honvéd zászlók típusaival, illetve a honvédsereg fegyvernemeivel is. Bakancsok dobogtak ütemre, fegyverek csattogtak ritmusra, gyermekek és felnőttek szeme csillogott a felvonultatott haditechnika láttán. Röviden ez lehetne a helyőrségi tavaszi szemle mérlege, amelyet idén is megrendeztek Budapesten. Tavaly is kint voltunk, és a párom katona, azért vagyok itt. Nagyon tetszik eddig, amíg eddig láttunk, hát folytatjuk mi is. Fontos, hogy az emberek ezt tudják, hogy vannak katonák mi Magyarországon. Érezhetően elégedettek voltak tapasztalataikkal, akik ellátogattak a budapesti alakulatok seregszemléjére. Régi hagyománya van ennek. Még a császári és királyi időkben vált szokássá, hogy tavasszal és ősszel, a kiképzési időszak elején, illetve végén, a helyőrség katonái díszes felvonulással bizonyították rátermettségüket, és örvendeztették meg a város lakóit. A tavaszi szemle azonban nem csak megemlékezés. Jelképe a hősiességnek, tanítás a nemzeti egységről, amelynek hősei és áldozatai, sikerei és gyötrelmei egyaránt voltak, fogalmazott a honvédelmi tárca államtitkára. A magyar honvédség ma már jóval több, mint katonaság. Elismert és sikeres nemzeti intézmény, amely élen jár a toleranciában, esélyegyenlőségben és nemzetközi. Az államtitkár dr. Benkő Tibor vezérezredes honvéd vezérkar főnökkel együtt koszorút helyezett el a hősök emlékkövénél, majd a cseh, a lengyel, végül pedig a magyar katonák díszelgő bemutatója következett. A nap programja a Városligeti Napozó réten folytatódott, ahol izgalmas, látványos bemutatók sokassága mutatta be a magyar honvédséget az érdeklődőknek. Bár az időjárás nem volt túlságosan kegyes, ez láthatóan sem a gyerekeket, sem a felnőtteket nem zavarta. A járművek, a fegyverek és a különböző védőeszközök egyformán nagy sikert arattak körükben, különösen azok, amelyeket ki is próbálhattak. Egyenruhájukban büszkén feszítő honvédtisztjelöltek, a dicsőséges múltat felelevenítő hagyományőrzők, látványos bemutatók és persze számtalan érdeklődő. Így lehetne összefoglalni a Ludovika Fesztivált. A tisztavatást 100 nappal megelőző ünnepség keretében elismeréseket is átadtak az arra érdemes negyedéves hallgatóknak. Jó napot, honvédek!
civil lakosság is egyre jobban rájön arra, hogy szükség van erre. A Ludovika olyan szellemet képviselt, ami ma is 10 év múlva és 100 év múlva is időszerű lesz. Ismét egyetlen hatalmas katonai táborra alakult a budapesti Orcikert, ahol a hagyományokhoz híven katonai tiszteletadással kezdődött meg a Ludovika Fesztivál. A rendezvényt Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára nyitotta meg. A hivatás, amit választottak, magasztos és kihívásokkal teli. Magasztos, mert mindáig a hazaszeretet, az áldozatvállalás, a bajtársiasság és a szolidaritás értékeit hordozza az, aki a katonai pályának szenteli életét. Kihívásban pedig eddig sem volt hiány, hiszen a ludovikások nehéz időszakon vannak túl, többségüknek még tart a csapatgyakorlat és az utolsó megmérettetése, az államvizsgára is készülniük kell. A kordon mögött szülők, rokonok és hozzátartozók sorakoztak. Büszkén nézték az alakzatban álló tisztjelölteket, akik közül a legtehetségesebbek külön elismerésben részesültek. A hivatalos ceremónia után szórakoztató programok egész sora következett. A hagyományőrzők tábora mellett katonai járművek, közelharc bemutatók, illetve a készenléti rendőrség és a tűzszerészek látványos bemutatói várták a közönséget. A fesztivál sikere évről évre bizonyítja, hogy sokan tartják fontosnak nemzeti hagyományaink ápolását, illetve a honvédelem ügyét. A különböző hagyományőrző rendezvények megmaradnak a fiatalok tudatában, és ha megnézik, akkor mostanában már nagyon sok fiatal hajlandó be is állni és követni ezt a példát. Szerintem mindig nagy élmény katonaságot nézni, katonákat, fegyvereket fogni. Szerintem ezeket a gyerekek nagyon szeretik, és a felnőttek is egyaránt. A Ludovika Fesztivál kiváló alkalmat jelentett, hogy az érdeklődők bepillantást nyerjenek a katonák életébe. A szervezők azt remélik, lesznek köztük is olyanok, akikből idővel honvédtiszt vagy önkéntes tartalékos katona válik. Bosznia-hercegovinai misszióra készülnek a szentesi és a győri katonák. Az EUFOR kontingens 13. váltása alapvetően a műszaki és a légvédelmi rakétás alakulatnál szolgálókra épül. Felkészítésük március elején kezdődött meg. Jelenleg a harmadik ütem, az úgynevezett kötelékkiképzés zajlik Szentesen. A kontingens feladatkörébe tartozik majd a tömegkezelés, a területek és útvonalak biztosítása, illetve ellenőrzése, a járőrözés, a területzárás, valamint az ellenőrző áteresztő pontok telepítése, üzemeltetése. Mindezek mellett feladatul kaphatják még különféle szállítmányok, valamint különösen fontos személyek kísérését is. A leendő békefenntartók fél évig tartó külszolgálatukat július közepén kezdik meg. CSI és NCIS. Ki ne ismerné a helyszínelők munkáját népszerűvé tevő sorozatokat? Munkájuk során precíz mérésekkel és tudományos találékonysággal elnek rá valamennyi eléjük kerülő titokzatos eset nyitjára. Ezt gyakorolták Hajmáskéren a jövő katonai helyszínelői. Már kora reggel dübörgő füstoszlopok emelkedtek az égbe a hajmáskéri bázison, ahol a tűzszerészek a később kiérkező hallgatóknak alakítottak ki gyakorló terepet. A tanfolyam résztvevőinek feladata pedig az volt, hogy megállapítsák a robbanás okát és okozóját, anélkül, hogy látták volna magát a detonációt. Bármilyen improvizált robbanóeszköz által támadás éri akármilyen a lehetséget, ezután kimegy az a helyszínelő csoport, és megpróbál minél több bizonyítékot begyűjteni. A NATO rögtönzött robbanóeszközökkel foglalkozó kiválósági központja és a Szentendrei Altiszti Akadémia közös tanfolyamán 9 nemzet katonái fogta kezükbe szitát, vagy épp fényképezőgépet és mérőszallagot. A dokumentálást követően leltárba vették a bizonyítékokat további laborvizsgálat céljából. Mindeközben a kiképzők végigkövették a csoportok munkáját, és jegyezték a jó és a rossz lépéseket egyaránt. Az elmúlt 3 hét során a hallgatók nagyon jól vették az akadályokat, ami részben saját felkészültségüknek és elszántságuknak volt köszönhető, részben pedig a kiképzők alapos munkájának, mondta José Chamorro, a tanfolyam vezetője. A különleges kiképzés nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a műveleti területen missziós szolgálatot teljesítő magyar és szövetséges katonák biztonságos körülmények között tudják ellátni feladataikat. Április közepén 15-en vágtak neki a szentesi II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred búvárkiképző bázisán rendezett alaptanfolyamnak.
5 héttel később, a kurzus zárása előtt már csak 8-an kezdték meg a vizsgafeladatot a Tiszaparti város randjának medencéjében. Eddig igazából csak mondhatni pozitív élmények vannak, mert egy új világtárút fel előttünk. A kezdő búvárt, bár a civilektől jóval több tudású búvárt adunk ki a tanfolyam végén. Szentesen évente több ilyen kurzus rendeznek, a lemorzsolódás pedig mindig magas. Egészségügyi, illetve pszichés okok miatt esnek ki a legtöbben. Aki viszont sikeresen elvégzi a tanfolyamot, az harmadosztályú minősítést kap, egy év múlva pedig jelentkezhet a másodosztályú tanfolyamra. A frissen végzett tanulók a vizsga után 18 méterig merülhetnek, minimum első osztályú minősítésű búvárral együtt. Az újoncok számára az a legnehezebb, amikor először merülnek le a laktanyában található 12 méteres tanmedencébe, amit egy levegővétellel kell oda-vissza átúszniuk. Egy új közeg ezeknek a srácoknak ez a víz, illetve a víz alatti lét, és ez bizony nehéz így fizikálisan és pszichésen is először feldolgozni a katonáknak. Aki viszont sikerrel veszi az akadályokat, az büszkén jelentheti ki, hogy a katonabúvárok szűk családjához tartozik. Úszás technikailag mindenképpen több lettem, fejlődtem nagyon sokat. Katonailag növeltem tudásomat, és megtanultam még jobban csapatban dolgozni, mint előtte. Az alaptanfolyammal párhuzamosan a búvároktatók részére is szerveztek egy kurzust. Megismerkedtek a LAR 7-es típusú, zárt rendszerű újra légző készülékkel, amelynek használata során nem jönnek fel légbuborékok a vízből, így rejtett búvárkodást tesz lehetővé. A másik felszerelés pedig a Kirby Morgan félnehéz-nehéz búvár felszerelés volt, amelyet elsősorban víz alatti munka során alkalmaznak. Találkoztam már nagyon sok olyan búvárral, aki például nem is merte felvenni a sisakot. Itt mindig előjön már a klausztrofóbia érzése, amint felkerül a sisak, egészen más világ nyílik ki a számunkra. Az alaptanfolyam vizsga feladataként a segítségnyújtás formáit mutatták be a kurzuson résztvevők. Mit kell tenniük, ha víz kerül a maszkjukba, vagy ha társuk szájából kiesik a légző automata. Ezután különféle ügyességi feladatokat kellett végrehajtaniuk. Kedves nézőink, a Honvéd hét adását látták. Egy hét múlva ismét jelentkezünk. Híreinket addig is figyelemmel kísérhetik a www.honvédelem.hu weboldalon. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!